azt a heroikus küzdelmet, amelyet néhány kórházban már most és később sajnos majd vélhetően az egészségügyi szektor egészében fognak az egészségügyi dolgozók vívni. Azzal is szeretné a kormány elismerni, hogy bruttó 500 000 forintot biztosít. Az egészségügyi dolgozók egyszeri 500 000 forintos juttatásáról szombaton árult el részleteket a miniszterelnökséget vezető miniszter. Orbán Viktor egy nappal korábban egy rádióinterjúban jelentette be, hogy bruttó 500 000 forintot kap minden egészségügyi dolgozó. Gulyás Gergely másnap azt mondta, erre összesen 70 milliárd forintot költenek, vagyis 140 000 munkavállaló kap plusz pénzt. Ebben a szakképzett orvosok és ápolók mellett minden olyan munkavállaló is benne van, akik kórházi állományban dolgoznak, vagyis például a karbantartók és a mosodák munkatársai is. A Magyar Orvosi Kamara szinte azonnal reagált a bejelentésre. Szerintük a nyugat-európaihoz képest alacsony bérek miatt nagy segítség az egyszeri juttatás, viszont, mint fogalmaztak, a magyar orvostársadalom bajára nem egy nagy fehér boríték a megoldás, hanem tisztes, a felelősségnek és a társadalmi értéknek megfelelő stabil bérezés. Magunk részéről mi szerencsésebbnek gondoltuk volna azt, hogy nem egyszeri bérkiegészítésről lenne szó, hanem amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig folyamatosan valamilyen bérkiegészítést kaptunk volna, ezt jobbnak láttuk volna. A Kamara Tolna megyei titkára szerint érdemes lett volna sávosan kialakítani, hogy ki mennyi plusz pénzt kaphat az egészségügyben. Schranz Róbert szerint ugyanis a kifejezetten koronavírusos betegekkel dolgozók sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a többi osztály munkavállalói. Egy kis differenciálásra is gondoltunk volna, mert akik az első vonalban dolgoznak, én úgy gondolom, hogy azok kicsit többet érdemelnének. Az érintett 140 000 egészségügyi munkavállaló a tervek szerint júniusban vagy júliusban kapja meg a bruttó 500 000 forintos plusz juttatást.